Bukott diák vagyok már rég, nem bírom el a szenvedést. Bukott diák leszek még én el. Bukott diák vagyok már rég, nem bírom el a szenvedést. Bukott diák leszek még én el. Köszönöm szépen a dolgozatokat, remélem jól sikerültek, ha nem, az se baj, nekem könnyebb lesz a dolgom. A következő órán végre valahára nem én leszek, szabadságon leszek, jó lesz. Egy helyettes fogja majd kihozni a dolgozatokat, majd meglátjátok, hogy sikerültek. Csináljunk már valamit, ha megtudják otthon, hogy megint egyes lett a tézim, tuti nem engednek el sehova a nyáron. Szerintetek én megtanultam a gravitáció törvényét? Négyes feladatban azt írtam be, hogy miért nem lebegünk a föld felszíne felett, mert sokat ettünk ebédre. Hiába írtam puskát, ez lehetetlen volt. Nincs valakinek egy töltött pisztolya? Megvan! Mi? A pisztoly? Dehogy! Este, amikor nincsen senki a suliban, betörünk és kicseréljük a tanáriban a dolgozatokat. Benne vagytok? Csináljuk! Ági, várj egy kicsit! Szia Laci! Mondjad, mi van, mert nem kell futni. Holnap ilyenkor be kellene menned helyettesíteni egy fizikaórára. Fizikaórára? Nekem? De hát én testnevelő vagyok, nem Einstein. Sajnos nincs más megoldás. Holnap 6. óra a fizika előadó 10B-hez. 10B-hez? Azokhoz a birkákhoz? Sajnálom, de csak a témazárókat kell kiosztani. Jó, mindegy, csak haladnom kell, mert ma még le kell futnom 12 kilométert, és körülbelül 20 ezer kalóriát el kell égetnem. Jó, jó, jó lesz, jó lesz. A tét világos. A vesztes helyettesíti a fizika órát. Kedves sógornő vagy, nászasszonyom vagy, mit tudom én, min vagy nekem. Dubiszt, Einnefer, Lórerin. Drága nászasszonyom, mondd azt, hogy én is értsem. Mindig vesztesz. Game over, barátocskám. Hát ez nem igaz. Még hogy vesztes vagyok. Ezek mindig átvernek engem, de majd most. Majd most másképp lesz. Gyerekek, a segítségetekre van szükségem. Ági, már megint nyugtatóra van szüksége. A fenéket az még van. Egy igazmondó szerre van szükségem, hogy ne vágjanak át többet. Megkészítjük is. Tér magadhoz! Itt jön a negyedik tesztelés, remélem ez nem robban fel. Remélem. Itt a finomság. Te, most meghalt? Legalább nem robban fel, azt nem a buli feltakarítani. De várjátok már, hát ez mozog. Á, azok csak az idegek. Mi történt? Hát meghaltál, vagy valami olyasmi. Már megint a 10B dolgozatait javította? Na jó, teszteljük ezt a nyavaját, aztán irány a kocsma. Kocsma? Hát még rajta a tojásé a seggeden. Te nem mehetsz még kocsmába, túl fiatal vagy. Jó, már elég lesz. Mégis működik. Tudod, hol van a tanár úr asztala? Hé, lehet, hogy mindig kések, de nem szoktak ide behívni. Keressük tovább. Mindegy. Megvan! Ez az. Várjatok, bévél van. Ó,
Csak ikerte? Igen. Viszek egyet Balázsnak is. Itt vannak a témazáróitok. Sajnos egyikőtök is sem lett egyes. Pedig milyen jót röhögtem volna rajtatok. Mindegy. Szabad foglalkozás, csak engem hagyjatok békén. Tanár, mit csinált tegnap? Képzel, mi betörtünk a suliba. Most ez komoly? Az még hagyján, de ha tanárnő látná, milyen dolgok vannak a kollégái fiókéiban. Hú, milyen jókat nevettünk. Nem is rossz bosszúnak. De várjunk csak, ti mi a búbánatot kerestetek a tanáriban? Főleg a tanárok fiókjában. Jó, hát az úgy volt, tetszik tudni, betörtünk tegnap este. Igen, hogy kicseréljük a témazárókat, mert különben mindenki egyes lett volna. Csak aztán elkalandoztunk. Sőt, múltkor még hetekre szóló felmentést is hamisítottunk magunknak, emlékszel, Dia? Sőt, még Bogi is, meg Kitty is kapott, azt hiszem. Micsoda? De mi a legviccesebb, tanárnő, hogy titokban próbálunk egy táncot egy hónapja. Ön tudta? Vagyis, hogy persze, hogy nem hisz, ez egy titok, vagyis volt. De az a lényeg, hogy ma fogjuk előadni. Jézusom! Normál esetben azt hinném, hogy valamit szívtatok. De azt hiszem, hogy ez az igazság szérum. Na mindegy, remélem maradt Évának is. Ha bárki kérdi, elfelejtettem ezt a helyettesítést. Itt se voltam. Tanárnő, ha megkérdezik, akkor igazat fognak mondani. Jó, akkor mindegy. Majd a gálán találkozunk. A tánctól úgyis elmúlik az igazság szérum hatása. Na hát akkor itt az idő fél órán belül műsor. Remélem tényleg hatni fog. Muszáj lesz, mert én is kaptam az igazmondó szerből. Ön hogy kerül ide? Patyiné tanárnő tervelte ki az egészet ellenem, de úgy látszik, nektek is adott. Hát az úgy volt, hogy várjatok, idő van.